Önök az Emplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Gyermekvédelmi központot avattak Tolcsván. Nevelőszülői hálózatot, lakóotthonok működtetését veszi át hamarosan a görögkatolikus egyház. Természet és turizmus. Ökoturisztikai fórumot szerveznek Sátoraljaújhelyen. Negyedik újhelyi várnap. Színes történelmi programokkal kezdődik a Városhete rendezvénysorozat. Az ABA új és Zemplén térségi gyermekvédelmi feladatokat, a nevelőszülői hálózat üzemeltetését, valamint lakásotthonok működtetését veszi át jövőre a görögkatolikus egyház. Az új intézmény központjának kialakítása tavasszal kezdődött el Tolcsván, a napokban pedig a miskolci apostoli exarchátus püspöke megáldotta az épületet és a benne dolgozókat. Elhangzott, az egyház januártól mintegy 1000 fős intézményegységet működtet majd, bízva abban, hogy a társadalom számára hasznos fiatalokat nevelnek. Az árvagondozó papról, Szent Zotikoszról nevezték el azt a gyermekvédelmi központot, amelyet a napokban Tolcsván avattak fel. A most még állami feladatot a jövőben a görögkatolikus egyház látja majd el. A miskolci apostoli exarchátus püspöke azt mondta, még a dámóci szolgálata alatt tapasztalta meg, milyen nehéz sorsban is élnek gyermekek. Akkor döntött el, lehetőség szerint támogatni fogja a fiatalokat. Úgy gondolom, hogy jövő új évtől, Hernád Vécsétől Zemplén Agárdig ennek a félmegyének, tehát Abaúj Zemplén megyének a gyermekvédelmét fogjuk működtetni, és ez a központ valóban itt földrajzi középpontja is lesz annak a területnek, annak a körnek, amelynek nevelőszülői is és lakásotthona is hozzánk fognak tartozni. A gyermekvédelemhez kapcsolódó szakterületek feladatai felértékelődtek, és az országos statisztikák is azt mutatják, szükséges az intézményhálózat működtetése. Ma országosan körülbelül egy olyan 21.500 gyermek van gyermekvédelmi gondoskodásban. Ennek olyan 10%-a jelentkezik Borsod-Abaúj Zemplén megyében. Most olyan 1950 körüli gyermek részesül gyermekvédelmi szakellátásban, és ennek egy szeletét az abaúj zempléni területeken nevelőszülőknél lévő gyermekek ellátását veszi át a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény, és három szakmai egységet, ahol lakásotthonok találhatók. Az egyház számára a megújulás és a fiatalok megszólítása is hozadéka lehet a jövőben a gyermekvédelmi központnak. Természetesen a legfontosabb, hogy feladatukkal több száz gyermek életét, szellemi és lelki fejlődését segíthetik. Az Úristen előtt nincs leírt ember, nincs elveszett ember. Az Úristen mindenkit egyenként nagyon szeret, és mi ezt a szeretetet szeretnénk továbbadni, és ebben hiszünk. Hitben, reményben. Mi abban reménykedünk, hogy ezekből a gyermekekből is majd felnőve hasznos polgárai lesznek a társadalomnak. Szeretetben. Hát ez az, amit az ember nem tud megvásárolni. Mindent odaadhatunk a gyermekeknek. Szeretetet csak szívből lehet adni. Az utóbbi években az egyházak és az önkormányzatok között egyre szorosabb együttműködések valósultak meg. Erre Tolcsva is jó példa. Nagyon sok mindenbe segítette a görögkatolikus egyház a települést, és mi a magunk módján megpróbáltunk hozzájárulni ahhoz, hogy ez az épület ilyen szép legyen. A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézet utolsó engedélyeztetési és adminisztratív folyamatai a következő hetekben véget érnek. 2014. január 1-től pedig több száz gyermek sorsáért lesznek felelősek a szakemberek. Ökoturisztikai fórumot szervez a Sátoraljaújhely Hegyközt Turizmusáért Egyesület. A szeptember 20-án és 21-én megvalósuló program elsődleges célja, hogy bemutassa térségünk természeti értékeit és az ökoturisztikai fejlesztési lehetőségeket a turisztikai szolgáltatók számára. Az előadásokat kirándulások egészítik ki, azokat az erdei élőhelyeket, turisztikai lehetőségeket látogatják majd végig a konferencián résztvevők, amelyek már most is kedvelt kiránduló helyek.
Térségünk rendkívüli természeti adottságainak köszönhetően a turisztikai fejlesztések között kiemelt helyet foglal el az ökoturisztikai adottságok kihasználása. Ezen lehetőségek bemutatását célozza meg az a kétnapos ökoturisztikai fórum, melyet a Sátoraljaújhely-hegyközt turizmus helyett egyesület szervez. A programra elsősorban a TDM szervezet tagjait várják, hiszen fontos, hogy a szolgáltatók olyan ismeretekre tegyenek szert, melyeket saját idegenforgalmi tevékenységükbe is be tudnak építeni. Az Empléni-hegység és a szomszédos tájak egy olyan helyzetben terül el itt Magyarországon, ahol ami Magyarországra jellemző, szinte minden jelen van. Tehát jelen vannak a középhegységi, részben már a Kárpátokhoz kapcsolódó magashegységi tájjellegek, fajok, és ugyanakkor pedig a bodrok közel, a bodrok mentével, a vizes élőhelyek, az alföldi élőhelyek, tehát egy kicsit mikroba, de minden itt van, ami Magyarországot jellemzi. A rendezvény keretében országos kitekintést is kapnak majd a résztvevők, de elsődleges cél, hogy minél több helyi ismerethez jussanak, hiszen úgy nőhet a térség vonzereje és az ide érkező vendégek tartózkodásának időtartalma, ha a helyiek akár az ökoturizmushoz kapcsolódó biológiai értékekről, de akár az épített örökségekről olyan tájékoztatást tudnak adni, mely bizonyítja, hogy az itt élők számára is fontosak ezek az értékek, így érdemesek a megismerésre. Ezért a fórum keretében megtartott előadások is arra irányulnak majd, hogy a turisztikai szolgáltatók mélyebben betekintést kapjanak térségünk természeti értékeibe. Nagyon érdekes, érdekfeszítő ökoturisztikai adások lesznek, például az állatfóbiák pszichés háttere, zöld szállodák, zöld éttermek, fejlesztési vonalak az ökoturizmus terén. Úgy gondolom, hogy mindenki számára érdekesek lehetnek ezek a témák. Az előadások mellett aktív programokat is tartalmaz a rendezvény. Pénteken a Longi erdő természeti értékeit mutatja be Hegyesi Gábor biológus, szombaton Géczi István kalauzolja majd a jelentkezőket az országos kék túra Rudabányácskához közeleső szakaszán. A terepgyakorlatok iránt a Turinform irodában vagy a fórum helyszínén a Kazinczy Ferenc Múzeumban lehet érdeklődni. A hétvégén Újhelyvárának hagyományos rendezvényét szervezik meg. A programok már délelőtt a Sétáló utcán megkezdődnek, ahol ízelítőt kap a közönség a délutáni programokból. Az idén negyedik alkalommal megszervezett hadászati történelmi bemutató célja, hogy népszerűsítse Újhelyvárát. Sátoraljaújhelyváros önkormányzata több mint 7 éve kezdte meg a válfertárást. Ennek köszönhetően ma már a régészek többet tudnak a középkori Újhelyről. A város nem titkolt célja, hogy a vidék ezzel egy újabb turisztikai attrakcióval bővüljön, ehhez pedig az kell, hogy élővé és ezzel vonzóvá tegyék a Várhegyet. A várnapi programokon színes forgatag, vásárosok, bemutatók, étel-ital várja az érdeklődőket idén is. Én azt gondolom, hogy a történelemtudománynak ilyen fajta módon történő emberekhez való közelebb hozásának nagyon jó eszköze minden egyes ilyen várnap, hiszen lehet, hogy olyan ember is elkezd érdeklődni a történelem, az ásatások, a régészet iránt, aki amúgy ez talán annyira nem mozgatott meg, csupán érdekesnek találja azt, hogy valóban korabeli ruhákban lövöldöznek egymással a hagyományőrzők, úgyhogy nagy szeretettel invitálok mindenkit, látogassanak el a rendezvényre. A várhegyi programokat megelőzően délelőtt a sétálón ízelítőt kapnak az érdeklődők a bemutatókból. Az énekesek, táncosok mellett középkori büntetőeszközökkel, korabeli viseletekkel, fegyverekkel ismerkedhetnek meg a városban élők. A szervezők azt remélik, a várnapi programok segítségével nem csak a sátoraljaújhelyiekhez jut el Újhelyvárának és az ásatásoknak híre. Adásunkkal egy időben döntöttek a várnap szervezői arról, hogy a várnapi programokat az egésznapos eső okozta talajviszonyok miatt a Sátoraljaújhelyi rendezvénytéren rendezik meg. A programokra minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Sárospataki Turinform iroda idén először csatlakozott a Kulturális Örökség napjai rendezvényhez. Az iroda az Újbástya rendezvénycentrum több olyan épületrészét is megmutatja az érdeklődőknek, amit esetleg még nem láthattak, illetve más programokkal is készülnek a szeptember 21-i hétvégére. Egy héttel később pedig az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére a Turizmus Világnapját ünneplik majd, melyhez a Sárospataki Turinform iroda is csatlakozott. Az idei év központi témája a turizmus és a vízkapcsolata.
A hétvégén rendezik meg a mára már mozgalommá vált kulturális örökség napjait országszerte. Ilyenkor több száz épület nyitja meg kapuit, és engedi be olyan helyekre az érdeklődőket, amelyek egyébként zárva vannak a nagy közönség előtt. Idén a Sárospataki Turinform iroda is csatlakozott a rendezvényhez. Panoráma kilátást az Újbástya rendezvénycentrum teraszáról tekinthetik meg az érdeklődők, illetve egy rendhagyó városi sétát is szerveznek. Kinyitjuk az Újbástyának mind a kazamata részét, mind a terasz részét, és megismerhetik, akik még sosem jártak itt az Újbástya rendezvénycentrumba, a különböző tereket, illetve szervezünk egy olyan túrát, amikor az ingyenesen felfedezhetik Sárospataknak. A látványosságait Makovec Imre tervei alapján készült épületeket mutatnánk meg az érdeklődőknek teljesen ingyenesen. Szeptember 27-én lesz a Turizmus Világnapja, ahol minden évben más témát dolgoznak fel. Az idén a központi szerepbe a turizmus és a víz került, mivel a víz Magyarország egyik fontos kincse, a turizmus az utazás egyik alappillére. A Turizmus Világnapján szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a jövőnk is ezen értékek megőrzésében rejlik. Ennek kapcsán Sárospatakon az általános iskolásoknak egy rajzversenyt hirdettek meg, illetve sok más programmal is készülnek a szervezők. Rajzversenyt hirdetünk az általános iskolások számára, ahol az ő gondolataik szerint rajzolják majd, vagy festik le azokat az elképzeléseket, amelyek a turizmus és a vízhez kapcsolódik. Úgyhogy nagyon várjuk azoknak az érdeklődését, akik tavaly is, illetve most újként is szeretnének csatlakozni ehhez a rendezvényhez. Itt tavaly is úgy volt, hogy nem csak a rajzversenyt hirdettünk, amelyből később majd kiállítás volt, hanem 27-én aktív programokkal várjuk az ide érdekezőket. A Turizmus Világnap keretében a Magyar Turizmus ZRT ezúttal is a turisztikai szakma és a hazai lakosság figyelmét kívánja felhívni a vendégbarát viselkedés jelentőségére. Az akcióval továbbá tudatosítani kívánják a szervezők, hogy a turizmus milyen fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságban. Eva András Zemplén vármegye egykori főjegyzőjének leszármazottai jártak sátora a Jóújhelyen. Az újhelyi jogász Egyesült Államokban élő ükonokája a kint élő magyarok összefogásával támogatta a Magyar Nyelv Múzeumának építését. Gyors segélyt nyújtottak a 2010-es árvíz után. Az Amerikában élő üzletember látogatása során beszámolt arról, hogy kik és hogyan segítették alapítványukat. A múzeum vezetése ebből az alkalomból Eva András galériát avatott. Így emlékeznek meg az újhelyi ügyvédről, aki a Kazinczy mauzóleum létrehozásának legfőbb szervezője, lebonyolítója volt. Eva András Amerikában élő Sátoraljaújhelyből származó magyar üzletember és szintén magyar barátja tett látogatást a napokban a Sátoraljaújhelyi Városházán. Az Eva család neve nem ismeretlen a városban, hiszen a Magyar Nyelv Múzeumának építésekor az Egyesült Államokban élő magyarok is támogatták a nyelvi emlékhely létrejöttét. Az üzletember látogatásának kezdetén alapítványuk munkájáról számolt be a város vezetése előtt. Nagyon jó tartalmas beszélgetésen vagyunk túl, és valóban mindenki megismerhette, hogy így egyben áttekintette azt, hogy eddig milyen segítséget, milyen támogatást tudott nyújtani az alapítvány mind a Magyar Nyelv Múzeumának, mind pedig Sátoraljaújhelyi városának. Az Eva család rokonai a látogatás után a városi temetőben tették tiszteletüket Eva András sírjánál. Ezt követően a Magyar Nyelv Múzeumába fogadták a küldöttséget, és ott felavatták az Eva András galériát. A múzeum így teszi tiszteletét a Kazinczy Emlék Alapítvány egykori kezelője előtt, akinek áldozatos munkája segítette azt, hogy a nyelvújító mauzóleuma felépüljön. Hivatását vagy szakmáját tekintve ő jogász volt, ő volt Zemplén megye első főügyésze. Tehát jogász ember volt, hogy megvannak a számlái ennek a 10-valahány évig tartó építkezésnek, de még a szögekről is megvannak a számlák. Tehát ez 150 évvel ezelőtt volt így. Sőt, hát Arany Jánossal is levelezésbe állott, és Arany János is a stílusáról, a mentalitásáról a legmagasabb fokú elismeréssel szólt. Az Eva András által létrehozott alapítvány koordinálta azt a gyűjtést, amelyet a Nyelvmúzeum javára indítottak Amerikában. Segítették a várost az árvíz után is. Most sem érkeztek üres kézzel, 2400 dollárt adtak át a múzeum vezetőinek.
A látogatás üzleti kapcsolatok építését is segíti. A delegáció tagjai találkoztak még sátoraljaújhelyi borászokkal annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban jobban megismerjék a Tokaj hegyaljai és a sátoraljaújhelyi borokat. A franciák gyönyörűen megtanították az amerikai ízt a borivásra, de a savanyú borra. És ha én a barátaim, amerikai barátaimnak el is hozom a zaszut, a borok királya, a királyok borok, jaj, hát ez édes, ez inkább a nőknek való, mi nem iszunk. Szóval ott is be kell tanítani, hogy ez egy, nem is tudom, hogy már, ez egy védett terület, a hegyalja. Eva András ükonokája lakóhelyén is sokat tesz a magyarságért. Alapítványának segítségével elérte, hogy egy 1956-os emlékmű álljon a floridai Naples város főterén. A héten elkezdődött a sátorfedés összeszerelése a Sárospataki végadófürdőben. A tavaly vásárolt új fedést ugyan a korábbinál egyszerűbben tudják összeállítani, még így is 2 hetet vesz igénybe a szakszerű szerelés. Tucatnyi ember dolgozik azon, hogy legkésőbb október első napjaiban már szabadon lehessen úszni a sátor védelme alatt. Egymásba rakva, leláncolva várakoznak a téli tárolásra a napozóágyak a Sárospataki strandfürdőben. Igaz, ha még beköszönt a vénasszonyok nyara, újra napozókkal telhet meg a strand. Addig is azonban elkezdődött a felkészülés a téli üzemmódra. Szlovákul, lengyelül és természetesen magyarul is olvasható az Acapulco medencén, hogy nem üzemel. Mindez azért van, mert szeptember közepét írunk, 15-16 fok van, és túl sokan nem tolonganak, hogy fürdőzzenek. Azonban hamarosan igen, hiszen megkezdődött a téli fedés, a sátorfedés elkészítése az úszó medencén. Október elejére ígérik, hogy készen lesznek, és akkor már téli üzemmódban, téli árakon várják majd a fürdőzni vágyókat a Sárospataki végadófürdőbe. Ahhoz, hogy zavartalan legyen a téli üzemmód a pataki strandon, tucatnyi ember több hetes munkájára van szükség. A hét elején egy kevésbé csapadékos napot megcélozva kezdődött az úszómedence fedésének szerelése. A téli időszakban mindenféleképpen működőképessé kell tennünk ezt a két medencét itt mögöttem, és ezt csak ezzel a sátorborítással tudjuk jelen állapot szerint megoldani. Úgyhogy a mai reggel azzal kezdődött, hogy a ponyvát kihúztuk, széterítettük, 3 részből áll a fedőponyva, ezt a kommunális szervezetnek a dolgozói segítségével tudtuk megoldani, kaptunk gépet is hozzá, a ponyva kifeszítés megtörtént, és jelenleg most a csavarozási fázisban tartunk. Ez sem kis munka, valamivel több mint 2000 darab csavart kell megfelelő módon a helyére illeszteni. Az elmúlt éven vásárolt új sátorfedés szerelése a korábbinál jóval egyszerűbb, de így is több napot vesz igénybe. A fedés összeállítása után felfújják a sátrat, majd elkezdik feltölteni a medencéket. Úgy tervezik, szeptember utolsó napjaiban vagy október első napjain már fogadni tudják a fürdőzni vágyó vendégeket. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Gyermekvédelmi központot avattak Tolcsván. Nevelőszülői hálózatot, lakóotthonok működtetését veszi át hamarosan a görögkatolikus egyház. Természet és turizmus. Ökoturisztikai fórumot szerveznek Sátoraljaújhelyen. 4. újhelyi várnap. Színes történelmi programokkal kezdődik a Városhete rendezvénysorozat. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!